Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Fótosné Ceglédi Zsuzsa, Tiszadelf polgármestere. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nos, számtalan alkalommal utazhatunk át Tiszadelfen, és ennek ellenére elég keveset tudunk a településről. Kérem, polgármester asszonyt, hogy mutassuk be a televízió nézőknek. Rendben van. Hát Tiszadelf a Tiszató legkisebb települése. Abáczalók és Tiszafüred két nagy város között helyezkedik el. Nagyon örülünk neki, hogy a Tiszató mellett közvetlenül található a településünk, hiszen elmondhatjuk ugye, hogy az elmúlt időszakban, években a Tiszató az nagyon sokat fejlődött, és ezáltal Tiszadelf is egyre kedveltebb a Tiszatóra látogatók körébe. Ahogy említettem, picin település, 1150 fő a lakossága, szorgos településükért tenni akaró polgárok lakják a községünket. Hogyan változott az elmúlt évek alatt? Milyen fejlesztések, beruházások történtek? Örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt időszak Tiszadelf számára egy nagyon fontos, fejlődő periódus volt, hiszen nagyon sok támogatás, pályázati forrás érkezett a településre. A pályázatoknak köszönhetően a közintézményeink megújultak, energetikai korszerűsítésen mentek át, új nyilázárókat, szigetelést, tetőt kaptak, napelemrendszer került fölhelyezésre a legtöbb intézményünkre, és ugye ennek a beruházásoknak köszönhetően egy korszerű, modern intézménybe dolgozhatnak az ott lévő lakosok. A közintézmények mellett igyekeztünk az útjainkat, járdáinkat felújítani. Arra törekedtünk minden pályázat során, hogy az ott élők és az ide látogatóknak is örömet jelentsen a település, szeressenek itt élni, szívesen látogassák meg a falunkat. A legnagyobb beruházásunk az elmúlt évben, vagy fejlesztésünk a Tiszadelfi óvodának a felújítása volt. Ezt három pályázatnak köszönhetően tudtuk, egy több mint 50 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően tudtuk az óvinkat megújítani. Teljes külső-belső felújítást kapott az épület, egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, valamint az óvodai melegítő konyhát is szintén teljesen felújítottuk új, a mai kornak megfelelő konyhatechnológiai bútorokkal, eszközökkel láttuk el a melegítő konyhát, valamint a Magyar Falu program az ugye egy ilyen pici település számára nagyon meghatározó és nagyon jó pályázati lehetőség. Igyekeztünk minden magyar falu kiírásra pályázni, és elmondhatjuk, hogy több sikeres pályázatunk született, és egy ilyen magyar falus pályázatból tudtunk két óvodai játékot, tehát kültéri játékot építeni a kisgyermekek nagy örömére, valamint az előttünk álló időszakban még az óvoda kerítését fogjuk tudni felújítani, és ebből így akkor teljes lesz az óvoda, tehát tényleg egy mai kornak megfelelő modern óviba járhatnak a tiszadelfi kisgyerekek. Az óvoda intézmény mellett fontosnak tartjuk, ugye a oktatás mellett fontosnak tartjuk még a településen élők egészségügyi ellátásának a biztosítását is. Így szintén az orvosi rendelőket fel tudtuk újítani, teljes tetőcserét, tetőfelújítást kapott, valamint a fogorvosi rendelőbe egy kezelőegységet tudtunk megvásárolni, és mindkét intézményünkbe a következő időszakban is lesznek fejlesztések, hiszen az orvosi rendelőbe fűtéskorszerűsítés és belső felújítás lesz várható, valamint a fogorvosi rendelőhöz, be a kezelőegységhez egy új, modern fogorvosi szék is megvásárlásra kerül. Ezeket is szintén magyar falus pályázatokból tudtuk megvalósítani, fejleszteni.
Egyetlen hiányosságunk volt még, tehát minden intézményünk ugye megújult, és most van folyamatban a ravatalozó épületének a felújítása, szintén egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően az épületet teljesen fel tudtuk újítani, külső-belső felújítás, festés, tetőcsere, ami már el is készült, és tényleg egy modern és szép rendezett épület lett ebből kialakítva, valamint most van folyamatban a vizes blokk kialakítása szintén az épületbe, és a lakosság kérésére térfigyelő kamerát is tudunk elhelyezni a temetőbe, úgyhogy meg tudjuk akadályozni az esetleges problémákat. Amint említettem, nagyon fontos, hogy az utak is, a belterületi útjaink is megújuljanak, hiszen hát nagy hiányosság a településnek, de ugye amikor polgármester lettem, akkor nagyon kevés volt a szilárd burkolattal ellátott út a településen. Lehetőségeinkhez mérten a közmunkaprogramban próbáltunk útalappal ellátni, elkészíteni utakat, de viszont szintén jelentek meg pályázatok, és igyekeztünk minden úttal kapcsolatos pályázatot benyújtani, és ennek köszönhetően aszfaltburkolattal láttunk el két utcát, most is benn van egy pályázatunk, több kisebb utcát javítottuk a szilárd burkolathoz, zúzott kővel láttuk el, tehát elmondhatom, hogy nagyon csekély számú az az utca, aminek nincs szilárd burkolata. Tehát a jövőben ez is egy feladat, hogy tovább javítsuk a településen lévő utcákat. Járda felújításra is van benn pályázatunk, úgyhogy az elmúlt időszakban is nagyon sokat dolgoztunk. Amiről elfelejtettem és beszélni, és a legjobban örülünk neki, és a tiszaderzsiek is nagyon meg vannak elégedve. 2019-ben átadtunk egy teljesen új szociális konyhát. Ez egy nagy vágya volt a képviselőtestületnek, meg az itt élőknek. Egy 200 fős főzőkonyhát tudtunk megépíteni, hozzá egy nagyon szép, modern bútorokkal, eszközökkel berendezett kis ebédlőrész, tehát különböző családi rendezvények, összejöveteleket is tudunk ott tartani, és elmondhatjuk, hogy megnövekedett a ebédelők, az igénylőknek a száma, hiszen nagyon sok idős, nyugdíjas lakótársunk, de vendégebéd is, tehát többen igénybe veszik, és meg vannak elégedve a ott főzött ételekkel. Ahogy említettem, hogy Tiszató mellett helyezkedünk el, és nekünk ez egy nagyon jó dolog, hiszen nagyon sokan elmondják a horkászok, meg mi is, hogy egy kitűnő adottsággal rendelkező Tiszapartunk van, melyet igyekszünk is kihasználni, és a jövőben az egyik legfontosabb feladat, hogy a Tiszapartot, a csónakkikötőt fejlesszük. A vízügyi hatóságtól bérli az önkormányzat a kikötő kemping területét, és létrehoztunk egy tiszaderzsi községfejlesztő és szolgáltató non-profit KFT-t, a önkormányzat, és akkor ez a KFT működteti a kikötőt és kempinget. Nagyon sokan vannak a kikötőbe, nagyon szeretik a csónak tulajdonosok, a horgászok, hiszen egy védett partszakaszon található ez a kikötő, és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten fejleszteni, és a jövőbeni célunk és terveink, hogy ezt a kikötőt a mai kornak megfelelően egy modern kikötővé tudjuk majd kialakítani. Szeretnénk bővíteni, hiszen a 2021. júniusától egy újabb szakaszt, egy újabb 300 métert bérlünk a vízügyi hatóságtól, és ott is szeretnénk szépen kialakítani, hogy tovább tudjuk a horgászok, a csónak tulajdonosok igényeit kielégíteni. Nagyon sokan az elmúlt
Egy-két évben nagyon sok üdülő és nyaraló tulajdonost köszönhetünk a Tisza-Derzsen tartózkodók között. Elmondhatjuk, örömmel mondhatjuk, hogy az eladó, kiüresedett ingatlanokat nagyon szeretik és nagyon kedveltek a odalátogatók körébe, és sokan vásároltak meg ingatlant, és mindenki olyan szépen beszél a településről, ami nekünk nagyon jó, hiszen ez mind-mind előre visz bennünket, és pozitív dolgokra sarkal. Úgyhogy röviden ennyit, szerintem mindenről beszéltem, ami ránk jellemző. Igen, tehát ebből is látszik, hogy számos fejlesztés, beruházás volt és van folyamatban, illetőleg az elmondottak alapján a tervek között is rendkívül sok szerepel, és egy igen élhető kis település lett Tisza-Derzs, ahogyan említette az elmúlt évekhez képest, amikor ön polgármester lett. Mi a lakosságnak a visszajelzése erről a kis ékszerdobozról, hiszen szemünk elé így tárul most már kis Tiszaadtó parti település és az együttműködés F. Kovács Sándorral, a térségországgyűlési képviselőjével? A településen élők örülnek annak, hogy a település fejlődik és tényleg előre mozdult az elmúlt időszakban. Minden sikeres pályázatot, felújítást örömmel konstatálnak, örömmel fogadnak el, és látják azt, hogy tényleg képviselő úrral közösen azért dolgozunk, arra törekszünk, hogy ez a falu ez még jobban élhető legyen, és még több forrást és pályázati lehetőséget ki tudjunk használni. A kapcsolatunk nagyon jó, jónak mondható, hiszen bármilyen kéréssel, problémával fordulhatok képviselő úrhoz, mindig maximálisan igyekszik minket támogatni és segíteni abban, hogy fejlődjön Tisza-Derzs. Közeledik a jó idő, a nyár. Milyen programokra lesz lehetőség a településükön? Hát mi nagyon szeretünk programokat szervezni, itt nagyon sok munkával jár, de vannak olyan megszokott programjaink, amik már ugye a lakosság és itt a turisták, a Tiszatóra látogatók körébe nagyon kedveltek. Ugye július hónap az, ami nekünk egy picit úgy programmal tarkított. Mi a közfoglalkoztatási program keretében 2019-ben ültettünk 6000 tő levendulát. És ez a levendula, ez tavaly évben jutott arra, vagy került arra, vagy növekedett arra a szintre, hogy lehetett már szedni, aratni. Ezért mi egy ilyen tisztatavi levendulás néven meghirdettünk egy ilyen szed magad levendula akciót, ami tényleg azt mondom, hogy reménységen felüli volt, tehát mi is megdöbbentünk, hogy milyen sokan látogattak el hozzánk. Ez július első hétvégéje volt, úgyhogy tehát meghirdettük a virágszedést, és mellette kísérő programokkal gyerekeknek, levendulás népi játszótér, különböző kézműves helyi és környékbeli termékeknek a vásárával színesítettük ezt a rendezvényt, és tényleg nagyon sokan eljöttek, és várják, hogy az idén is megint megszedhessék levendulás arató táskájukat sok-sok virággal. Tehát ezt mindenképpen július első hétvégéjén fogjuk megrendezni. Aztán picit majd pihenünk, lesz egy hétvége szabad, és következik a kárásznap, ami a település meghatározó rendezvénye. Már 14. alkalommal fogjuk tudni ezt megrendezni, ami ugye a település nevéhez, ragadvány nevéhez kapcsolódik ez az elnevezés, és itt halételfőző verseny, tehát a szórakoztató programunk mellett főző csapatok jelentkezését szoktuk várni, ami általában ilyen 9-10, tehát tényleg azt mondom, hogy nagyon szeretik a csapatok is, és az odalátogatók is ezt a rendezvényt, és akkor halból készült ételeket készítenek a csapatok, mellette mi pedig egy 1000 adag sült kárász kiosztásával szoktuk a vendégeket megkínálni, és akkor mellette gyerekműsorok, gyerekprogramok, szórakoztató koncertek, könnyűzenei koncertekkel zárjuk a napot, és elmondhatjuk, hogy ilyen több ezres, tehát amilyen picik vagyunk, tehát elég sokan szokták látogatni ezt a rendezvényt.
Polgármester asszony, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót, köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!